Bálint Ferenc képzőművész vagyok, grafikus, rajztanár, és segítséget szeretnék nyújtani ötletekben, különböző eljárásokban, rajztechnikákban iskoláskorú gyerekeknek. Kezdjük az alapokkal, szó szerint az alapokkal, ugyanis hát általában rajzpapírra rajzolsz, és nem mindegy, hogy milyen papírra, ugye, mert kis fecnikre is lehet, de adjuk meg a tiszteletet az anyagnak is, és mi magunknak is, úgyhogy szeretnék egy pár dolgot mutatni. Papírokról szeretnék beszélni, tehát először is az írólap, azt mindenki ismeri, műszaki rajzlap, és az ínyenceknek pedig az akvarell papír, ami lényegesen szebb, egy picit drágább nyilvánvaló, viszont nagyon jó rá rajzolni. Megmutatnám, hogy hogyan is lehet egy papírt jól kezelni ahhoz, hogy később is ne hullámosodjon meg, ha esetleg vízfestékkel vagy bármilyen vizes anyaggal dolgozunk rá. Lehet kapni ilyen enyves ragasztószalagot, ami papírboltokban természetesen, aminek az egyik felén ragasztó van, és ha beáztatjuk a papírt vízbe, és utána körbe kifeszítjük ezzel a szalaggal, megvárva, hogy elpárolog a víz belőle, kifeszül, és utána bármilyen vizes festékkel tudunk rá dolgozni, mert kifeszül, és gyakorlatilag gyönyörű szépen utána le tudjuk vágni, és megmarad nekünk úgy, ahogy szeretnénk. Egyet már készítettem előre, csak megmutatnám, hogy miről szól, utána meg be is mutatom, hogy tudod elkészíteni. Tehát így ráragasztva a szalag, körbe-körbe a papíron, kifeszíti, és utána, hogyha elkészültél a munkával, körbevágod, és kész az eredmény. Tehát mutassuk be. Beáztatom a papírt. Nagyon fontos, hogy mind a két oldala papírnak legyen beáztatva. Nem kell sokat, csak épp egy keveset. Ez egy műszaki rajzlap, amit bármelyik papírboltba lehet kapni. Egy picit meg fog hullámosodni. Leitatjuk, amit most csinálok, az egy ilyen itatósnak használt újság, de nincs jelentősége. A lényeg az, hogy jól itassuk le, hogy ne maradjon víz túl sok rajta. Leitattuk, ugyebár, és egy picit most ugye látszik, hogy meghullámosodott. Vesszük a ragasztószalagot, és az egyik felén mondtam, hogy eny van, a másik sima. Mind a négy oldalát leszabjuk, ugyebár, egy, kettő, és a két hosszút is, igen, és szépen ráragasztjuk. Ez azért fontos, mert majd később, hogyha tényleg olyan szép munkákat tudsz csinálni, akkor kár lenne hullámos papírral, hogyha elkészül a munka, akkor amit csinálok most az, hogy az egyik oldalát ugye benedvesítem vízzel, és nagyon fontos a mostani rész, hogy a fele-fele, tehát a fele rész legyen a papír, amit ragasztok, a szalag a papíron, a másik fele pedig ezen a táblán, hát a rajztáblát is ugye lehet kapni boltba, hát azért rajzpapír boltba, tehát jól ráragasszuk, egy kicsit meghúzzuk, és tulajdonképpen meg is vagyunk nem sokára, még egy kis türelem, így. Így. És akkor a rövidebb oldalakat célszerű, először a hosszú oldalakat leragasztat, és utána a rövideket. Így. Már is kezd feszülni a papír, ugye a négy irányba fog feszülni a ragasztás miatt. Ez egyébként ezt az eljárást, ezt más területeken is szokták használni, és nagyon egyszerű, viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, és kiküszöböljük azt, ami miatt sokszor hát az utólagos hullámosodás miatt nem tetszik nekünk. És meg is vagyunk, ennyi az egész. Mindig fontos, hogy a fele legyen
a papír, és a másik felét igyekezzünk rátenni a tálára. Készen vagyunk. Hát ezzel kell várni körülbelül egy órát, vagy másfelet maximum. Gyönyörűen kifeszül minden irányban, és akkor kész a felületünk. Akkor ezt most eltesszük, mert másról is szeretnék beszélni. A papíron kívül nagyon fontos az, hogy milyen eszközt használunk. A legkézenfekvőbb, szó szerint, a grafitceruza. Itt is figyeljünk arra, hogy a ceruzák végén van egy jelzés, ezt talán már mindenki tudja, vagy legalábbis majdnem mindenki, hogy ezek a betűk, ezek mit jelentenek. A H és a B az egy általános célra használt grafitceruza, ami rajzra tökéletesen megfelel, a B az meg azt mondhatnám, hogy ideális. A B-től felfele, ha megfigyeled, akkor van egy, még egy számozás, B2, B3, egészen talán még B6 is van. Mind megfelelnek a rajzolás céljára, de az ideális, továbbra is azt mondom, hogy a B2, ami puhább, tehát maga a hegye, a benne lévő grafit, az tökéletesen megfelel a satírozásra, a rajzolásra, a H és B jelzéssel egy picit kemény. Nem beszélve a H irányában menve, van H1, H2 és akár még H7. Ezek műszaki rajzra való ceruzák, tehát ez nem igazán a szabadkezi rajzolásra lehet használni. Tehát maradjunk a B2-nél, a B-nél és a HB-nél. Tehát ezek közül bármelyik megfelel. Jó, hogyha ki van hegyezve, ha nagyon-nagyon éles, akkor persze biztos tapasztaltad, bele szokott törni a hegye, akkor nyilván. Tehát egy ki lehet hegyezni, de ha nagyon-nagyon tűhegyes, akkor nyilván néha el szokott törni. Színes ceruzák. A színes ceruzák nagy választékban vannak, nem a legdrágább a legjobb. Tehát ezt nagybetűvel mondanám. Azért nem biztos, hogy a legjobbak, mert mindig az a fontos, hogy ne karcolja a felületet. Tehát hogyha talán tapasztaltad is már, hogy ha valamelyik ceruza nagyon kemény, szinte meg szokta húzni, meg szokta karcolni a papír felületet, ha melyiknek finoman és lágyan engedi, hogy tudjál vele satírozni, azok az ideálisak. Úgyhogy ebben is körül kell nézni. Filctollat bátran lehet használni. Különbség a ceruza és a filctoll között. Általában az élesség, ugye ez egy filctoll egy tömény szint szokott adni, satírozni is egy kicsit nehezebb, de ugyanakkor a célnak megfelel nagyon sok területen, és nagyon erős és látványos maga a színe, amíg a ceruza nyilvánvaló, hogy puhább, érzékenyebb, és annál több lehetőséget biztosít arra, hogy árnyalatokat lehessen elérni vele. Ha picit jobban rányomod, akkor sötétebb. Ha finoman kezeled, egész finoman, akkor gyönyörű finom árnyalatokat tudsz elérni vele. Tehát mind a kettőnek megvan a maga célja és fontossága. Hát az eszközökről radírt természetesen lehet használni, én is gyakran szoktam, nem ördögtől való, sőt azt hiszem, hogy aki bármit szeretne ellene mondani, az